Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Szombathely Ma, a Szombathelyi Televízió közéleti műsora. Ma is a megszokotthoz hasonlóan érdekes dolgokkal várjuk Önöket. Méghozzá első körben azzal, hogy beköszöntött a tél. Ez önmagában akár jó dolog is lehetne, de nem mindenki örül neki. Elkezdődött a krízis időszak a hajléktalan ellátásban. Megmutatjuk azért a havazás szépségét is, felvételekről természetesen, jártunk a Kőszegi hegységben is, illetve Szombathelyen a Csónakázótónál is. Aztán három civil szervezetet mutatunk be. A vendégünk lesz majd a Szépítő Egyesületnek a vezetője, az elnöke, illetve utána foglalkozunk egy kicsit azzal is, hogy a Zonta Klub a szokásos adventi hangversenyét megtartotta a szokásos helyszínen a Premontrei Gimnáziumban. Végül pedig a két évtizedes, egy szóval szülinapos keleti városrészért egyesület képviselőivel beszélgetünk. A munka nem áll meg, elmondjuk majd azt is, hogy mégis mivel foglalkoznak, és hogy képzeli a jövőt a két évtizedes civil szervezet. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban vendégeimet. Hát egy kicsit problémás témakörrel fogunk foglalkozni. A télnek ugyan sokan örülnek, azonban a ti szervezetetek kevésbé. Németh Klára ügyvezető igazgató, a FEHE, vagyis a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Vezetője az egyik vendégem, illetve a hajléktalan ellátás vezetőjét, Bencsics Andrást köszöntöm. Jó estét kívánok! Akkor tehát minden évben előjön a téma a médiában. Jön a hideg, jön a tél. Mennyire épült be a köztudatba, hogy ilyenkor krízis időszak van, és hol? Ugye a hajléktalan ellátás az év 365 napján működik, tehát nem csak télen, de ilyenkor igen, mikor beköszönt az igazi hideg, ilyenkor sokkal nagyobb figyelem hárul ránk. A krízis időszak egyébként november 1-én elkezdődik, és egészen a tavaszig tart. Ebben az időszakban kiemelt fontosságú az, hogy az utcán elesett helyzetben lévők és az utcán esetenként élőkre minél nagyobb figyelmünk forduljon. Két utcai szolgálatunk is van, akik egész nap járják a várost, fogadják a bejelentéseket, és megköszönjük a lakosság segítségét ilyenkor, hogyha az utcán esetleg nehéz helyzetben lévő elesett embert lát, akkor mindenképpen hívja a zöld számunkat. Ugye említetted azt, hogy a krízis időszak az nem a hideg beköszöntével kezdődik, hanem egy adott dátumtól. Így van. De azért most jön a hideg. Változik-e valami a szervezeteteknél? Igazándiból a hideg előtt már felkészültünk erre a krízis időszakra. November 1-től április 30-ig minden hétvégén működik az utcai szolgálat, este 6 órától 10 óráig ügyeletben, valamint az a telefon ez éjjel-nappal hívható, és a nap 24 órájában a bejelentésnek a helyszínére kivonulnak a kollégák. Mert hogy van egy zöld szám, ezt se felejtsünk el, mégpedig a 0680 205 165-ös szám, és ha jól látom, akkor ez már meg is jelent a képernyőn. Mennyi az ellátott pillanatnyilag? Pillanatnyilag körülbelül olyan 250 fővel vagyunk kapcsolatban és ellátásban intézményi szinten. Az, hogy intézményi szinten, az mit jelent? Tehát, hogy az utcán élnek, vagy nem, bent? Nem, is, tehát egy több lépcsős az ellátásunk. Van egy 86 fős átmeneti szállás, ez is 100%-os kihasználtsággal működik. Van egy 25 fő férőhelyes éjjeli menedékhely, ez is egész évben tele van. Van egy 40 fős nappali melegedő, és van ugye két utcai szolgálatunk, akik hát éves szinten olyan 100-110 fővel lépnek kapcsolatba, akik így az utcán, közterületen tartózkodnak, ideiglenesen, átmenetileg, vagy akár tartósan. András, még mindig tőled kérdezem, hogy amikor beköszönt a hideg, akkor hogy segítetek többet, vagy másképp? Tehát ilyenkor például melegtakarókat is osztotok, ha jól tudom, és még mit, vagy hogy működik ez, tehát mi változik? Az utcai szolgálat felkészültebb ilyenkor, tehát melegtakarókat visznek magukkal, meleg teát, tartós élelmiszert, meleg élelmiszert visznek. Egy nap többször felkeresik azokat az általunk ismert gócpontokat, ahol tartózkodnak, tartózkodhatnak hajléktalanok.
indokolt is, szükségszerű is, pont a hideg idő miatt. Ez akár életmentő beavatkozást is jelenthet ez a fellépés. A féhe mennyire van felkészülve erre az időszakra? Gondolok itt arra, hogy van elég meleg tea, konzerv, vagy hogy tudnak segíteni a nézők, és itt bizony bejön a szombathelyiek szerepe is, hiszen ha jól tudom, akkor azért szoktak segíteni a féhének. Így van, hát a szervezet, illetve a jogelődjei azért több évtized óta végzik a hajléktalan ellátást, mindig változó jogszabályi környezethez alkalmazkodva. Én szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, mert hogy igen, kapunk segítséget a lakosságtól, civilektől is. Pont most ért véget az önkéntes környezettisztítók hát szervezete, vagy civil egyesülete által szervezett ruhagyűjtő akció, ahol nagyon sok jó használható ruhaneműt kaptunk, de amiből mindig hiány van, az a fehér nemű, alsó nemű, a pamut póló, pamut nadrág, tehát ezek tulajdonképpen mindig jól jönnek. Amit viszont, tehát én azt gondolom, hogy nem szeretnénk fogadni, az pedig az öltönyök, mert ugye nagyon sokan felajánlják a hagyatékból maradt öltönyöket, ezzel igazából nem tudunk mit kezdeni. Én láttam ezt a ruhagyűjtési akciót, pontosabban a végét láttam, igen. És tényleg nagyon sok zsák volt, és majdnem mindben meleg ruha, kabát igen. volt. Érdekes módon tisztítószer, szappan, túlsfürdő, bármi ilyesmi, az nem nagyon, erre nincs szükség? Próbálkoztunk ezzel, de ezekre is nagyon nagy szükség van, de megmondom őszintén, hogy a közösségi oldalunk az nagyon aktív, tehát ott próbáljuk tartani a lakossággal, illetve az érdeklődőkkel kapcsolatot. Próbálkoztunk túlsfürdőt és ilyen egészségügyi dolgokat gyűjteni, de nem igazán volt erre fogadóképes, adakozó célközönség, úgyhogy a jövőben mindenképpen tervezünk majd tavasszal nőnap körül egy ilyet. Természetesen, hogyha nincs adomány az ügyfeleknek, akkor is ez az igényei ki vannak szolgálva, tehát rendelkezésre áll az intézményben tisztálkodási lehetőség, fürdési lehetőség, mosni lehet nálunk, tehát én azt gondolom, hogy ha tényleg valaki nehéz helyzetbe kerül, minden az ő rendelkezésére áll. Nézzük meg a másik oldalt. Mit kérnek tőletek azok, akik mondjuk az utcán élnek hidegben? Hát elsősorban akik kint vannak, ők nyilván a meleg ruházatot, cipőt, vastag cipőt, tartósabb cipőt, vastag kabátot. Ez az, amire főként szükségük van. Férfiak? Ezt most ők azért igen. is kérdezem, hogy ők, igen, mit lehet igen. adni. Zömmel férfiak. És itt a gyűjtéshez még azt hozzátenném, hogy most hétvégén lehetőségünk nyílik a metróban, pénteken és szombaton egy ilyen gyűjtő akcióra, ahol tartós élelmiszert és akár az általad említett tisztálkodási és tisztasági szereket is szívesen fogadunk. A szombathelyiek, hát gyakran előfordul, saját tapasztalatból mondom, hogy a hajléktalanoknak, illetve az utcán élőknek úgy próbálnak segíteni, hogy kuka mellé készítenek ki például élelmiszereket, vagy éppen adnak nekik, ha meglátnak, akár pénzt, akár bármi ilyesmit. Ezzel valóban segítenek-e, az az egyik kérdésem, illetve hogy tudnak még segíteni rajtuk, vagy nekik, inkább így kérdezem. Ez jó, ez a módszer például? Hát ha pénzzel segítenek, akkor nem biztos, hogy az oda jut, ahova a segítő szándék szánja azt az összeget. Élelmiszerrel nyilván jobban segítenek, de mi is kapunk Alditól, Metrótól napi szinten élelmiszer adományt, és reggelire, vacsorára, ebédre tudunk osztani rászorulóknak, bentlakóknak, utcán élő hajléktalanoknak, nappali melegedőt igénybevevőknek egyaránt. Azt, hogy éppen milyen aktuális problémát kell megoldani, vagy miben várjátok a segítségét a szombathelyieknek, hol tudnak ennek utána nézni? Ugye van honlapotok is, illetve van Facebook oldalatok is. Mit lehet erről tudni? Hát a weboldalunk abszolút igen, és nagyon-nagyon nagy ereje van szerintem a közösségi oldalaknak, mert hogy nagyon sok megkeresés is érkezik hozzánk, akár üzenetben. De hogy én azt gondolom, hogy el tudjuk érni azt a célközönséget, akiknek mi szeretnénk az információkat eljuttatni, úgyhogy nagyon pozitív tapasztalataink vannak ezzel, és akár egy-egy ilyen személyes történet is kikerül az oldalra.
Pont ma ment az egyik kolléganőnk 16 év után nyugdíjba, úgyhogy nagy szeretettel elbúcsúztunk tőle, és például ez is kikerült az oldalra. Azt gondolom, hogy ezt aktívvá kell tenni, ezt az oldalt, és fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy működünk, hogy vagyunk, mert hogy én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy egy picit ilyen marketing eszközökkel közelítsünk a szociális szféra felé. Na akkor én most reklámozok még egy lehetőséget. Nem elsősorban, sőt nem a hajléktalanoknak, utcán élőknek szól ez, mert hogy elkezdődött a tűzifa osztása. Tudtok-e segíteni? Kinek tudtok segíteni? És hogyan, milyen módon kijelentkezhet? Szóval szociálisan nehéz helyzetben élők, figyelem, jó javaslatok következnek. A múlt héten kezdődött igen a tűzifa kihordása. Szombathely megyei jogú város önkormányzata biztosította 170 családnak családonként a másfél köbméter tűzifát. Én azt gondolom, hogy ez azért nem kevés mennyiség, és ilyenkor a rászorulóknak tényleg ez nagyon sokat jelent. Amit még itt szeretnék kihangsúlyozni, hogy ugye a szervezetünk működteti a közfoglalkoztatást, és a közfoglalkoztatási mintaprogram keretében pedig a brikettáló üzemet, ahol papírhulladék kartondobozok feldolgozásával papírbrikettet állítunk elő. Ilyenkor az évközben előállított papírbrikettet kiszállítjuk, és ezzel is igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy tényleg ne maradjon olyan a városban, aki nehéz helyzetben van, és mondjuk nehézséget okoz neki a fűtés. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk az önkormányzatnak az illetékes osztályával, illetve a Pálos Károly családsegítővel. Én azt gondolom, hogy csapatként tudunk együttműködni, és ennek a három szervezetnek a munkájából születik minden évben egy lista, hogy kik azok, akik igazán rászorulók erre az adományra. Ezt a fát szervezetünk osztja ki abszolút kályhakész állapotban, közfoglalkoztatottak dolgozzák föl, tehát én azt gondolom, hogy ez is nagyon jól példázza azt, hogy nehéz helyzetben lévő személyek is tudnak segíteni a náluk még nehezebb helyzetben lévőkön. Erősíts meg, lehet még jelentkezni? Abszolút, én mindenkinek azt tanácsolom, hogy akinek gondja, nehézsége van, akár az önkormányzathoz, akár a családsegítőhöz, de akár hozzánk is fordulhat, és igen, meg tudom azt ígérni, hogy segítünk neki. Még egy dolog, bár lejárt az időnk, de egy szívednek kedves témáról azért én még szeretnélek kérdezni. Mi is itt vagyunk, Gála műsor pénteken? Így van. Hát ez tulajdonképpen nem a FÉHE szervezésében, hanem egy civil szervezetünk, az Évfolyész Vasmegyei szervezetének a közreműködésével valósul meg, illetve szerepet játszik ebben is az önkormányzat, valamint a Vasmegyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház. Mi a cél? Ennek a három szervezetnek az összefogásából és ötlete nyomán született meg ez a gála, ahol a megyében fogyatékos ellátást biztosító, hát mondhatom azt, hogy összes intézmény egy-egy műsorral képviselteti magát. Én azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív dolog, nagyon szép és megható pillanatok szoktak ezen a gálán történni. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön el és nézze meg a fogyatékkal élő embertársainkat. Nagyon-nagyon csodálatos dolgok szoktak a színpadon előfordulni. Ha már az érzelmeknél tartunk és a télnél, hát kapcsoljuk össze egy kicsit ezt a két dolgot. Említettem, hogy bár beszélünk a tél nehézségeiről is, de a szépségeiről is, úgyhogy most mutatunk önöknek néhány képkockát a Kőszegi hegységből, illetve Szombathelyről, a Csótó környékéről. Gyönyörűen hullott a hó hatalmas nagy pelyhekben.
Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Bődi Lívia elnököt, a Szombathelyi Szépítő Egyesülettől. Nos, a beszélgetésünk apropóját számos dolog adja, mert hogy rengeteg minden történt nálatok az utóbbi időben. A többi között változott a felállás az elnökség tekintetében. Hogyan, s mint, hogy érint ez benneteket? Első körben talán beszéljünk erről. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Igen, most pénteken volt a tisztújító közgyűlésünk. Az előző időszakban 3 évre választottunk elnökséget, és most ez az idő letellett, és ezért tisztújításra került sor. Mondhatom azt, hogy egy régi új elnökséget választottunk, hiszen régi elnökségi tagok is maradtak, és lettek újak is. Mindig fontos a változás azért egy egyesület elnökségében is, hiszen mindenki más területet képvisel, más területen szakember, és kell a megújulás, de én azt gondolom, hogy amikor valaki egy egyesületbe belép, akkor ő abba azért lép be, mert annak az egyesületnek a céljával és a tevékenységével egyetért, és ő szeretne ehhez a csapathoz tartozni, így igazándiból egyesületi tagként is bárki javaslatot tehet, akár a munkában is részt vehet, és hát természetesen számítunk is az egyesületi tagok munkájára, nem csak az elnökségnek a munkájára. Konkretizáljuk, az elnök maradtál te? Igen. És? Az alelnöki poszton változás történt, ott Pintér Gábor okleveles táj- és kertépítészmérnök kapta a legtöbb szavazatot, a titkári poszton is történt szavazás, ott Szalainé Bodor Erédhely történeti könyvtárost választották meg a jelenlévők, és elnökségi tagként pedig Babos Edit építészmérnök, dr. Melega Miklós levéltárigazgató úr, Horváth Zoltán és Köszák Faviné Pajor Klára került be az elnökségbe. De mondom természetesen, hogy akik most ebben az elnökségben nem kerültek be bármilyen módon, akár azért, mert nem vállalták a jelölést, akár azért, mert nem érkezett rájuk annyi szavazat, őket természetesen egyetfületi tagként is ugyanúgy szeretettel várjuk a munkálatokban és várjuk a javaslatait. A munkában változik valami? Attól, hogy most ilyen nagyobb változások történtek? Nem, én úgy gondolom, hogy a Szépítő Egyesületnek van egy meghatározott célja, vannak meghatározott tevékenységeink, természetesen ezt továbbra is folytatjuk. A természetvédelem, az örökségvédelem, az épített környezetvédelme, az emléktáblák állítása, a rajzpályázataink, ezek továbbra is megmaradnak, a fásítás, parkosítás, tisztasági akciók, Szent Márton temetői munkálatok, a fiatalok bevonása a munkánkban, akár itt a Szent Márton temetői munkálatoknál is, hiszen ezt a fiatalokkal kezdtük el ezt a munkálatot, és ezt tőlük is szeretnénk végigvinni. 133 éve dolgoztok már. Ezt bizonyítja az a könyv is, amely nemrég jelent meg rólatok, azért érintőlegesen erről is beszéljünk, bár már beszámoltunk róla a Szombathelyi Televízió híradójában annak idején. Én megmutatom ezt a könyvet, mit lehet erről tudni, azért jó nehéz, jó vastag, nem véletlenül. Hát igen, három részben mutatja be az egyesület történetét. Az első részben 1885-től az alapítástól a II. Világháború végéig, aztán 1968-tól 2000-ig, és akkor utána pedig 2000-től 2015-ig mutatja be az egyesület életét, munkásságát, történetét, változásokat, és mindent, ami az egyesület életében előfordult, és fontos esemény. Még egy könyvet látok itt, hoztál nekünk egy ilyet, erről mit lehet tudni, azért említsük meg ezt is. Az volt az előző kiadás, az ugye 1885-től 2000-ig. Így van. Aha. Tehát az 2002-ben lett kiadva, az ugye a 115 évet foglalta össze, és most az idén Szombathely Városa és a mi egyesületünk tudta megszervezni a Város és Faluvédők országos találkozóját és szakmai konferenciáját, és ezen nagy országos eseményre készült el ez a könyv, ami az egyesület történetét mutatja be, és az itt jelenlévő városvédős, városszépítős kollégánknak egy-egy tiszteletpéldányt adtunk akkor, mert akkor volt egy zárt körű könyvbemutató, ami kimondottan ez miatt, az esemény miatt volt, és most pedig november 20-án volt a nyilvános könyvbemutatónk.
Ha már az aktivitásotoknál tartunk, illetve a városszépítésnél, városvédelemnél, legutóbb mi tegnap találkoztunk egészen pontosan, mégpedig az Értéktár Bizottság ülésén. Ha jól tudom, azért itt bár már tevékenykedtél, de most vettél részt először rendes tagként ezen az ülésen. És nem is hiába, mert hogy a Szépítő Egyesület hozta a legtöbb javaslatot. Mit lehet erről tudni? Meséljünk erről egy kicsit. Hát ez úgy volt, hogy ez már a második akciónk, amit így beküldtünk javaslatokat, és amikor az első négy javaslatunkat beküldtük, akkor meghívtak engem, hogy menjek el az Értéktár Bizottság ülése, ha bármi kérdés adódna a beadott javaslatokkal kapcsolatban, hogy akkor azt ott személyesen meg tudjuk beszélni. És ott akkor azon az Értéktár Bizottság ülésen felvetődött az, hogy kellene egy kicsit bővíteni a bizottságot tagokkal, mert hogy nagyon nagyok a területek, sok mindent foglal magában, és ahhoz viszont kevesen vannak, akkor kevesen voltak a bizottságban, hogy mindent átlássanak, és így szavazásra bocsátották azt, hogy 3 embert még bevenni az Értéktár Bizottságba, és így így került a Szépítő Egyesület is a képbe, hogy a mindenkori elnök legyen delegálva az Értéktár Bizottságban, és az első alkalommal 4 javaslatot adtunk be, most a tegnapira pedig 5-öt. És el is fogadták mindegyiket, ha jól tudom. Így van, mind az 5-öt, igen. Meséljük már el, hogy mi az az 5. Szíveteknek kedves ugyanis, hiszen köztük van például az Oladi kilátó. Így van, több minden, de ebben van olyan is, ami talán abból adódik, hogy látva az aktivitást, kaptunk sugallatot arra, hogy mi minden az, ami bekerülhetne az Értéktárban, és egyébként ez az Értéktár Bizottsági üléseknek az egyik fejleménye is, hogy ott mindig próbáljuk összeszedni, hogy mi az, amit esetleg még bele kellene tenni, vagy mi az az érték, ami bekerülhetne. Így került be a kék festőműhely, az Oladi kilátó, az Ezredévi park, a Haladás Vasutasport Egyesület és a tanüzemtanműhely a mindegyik más-más kategóriában. Amilyen dolog bekerül, inkább így mondom, amilyen dolog bekerül az értéktárba, az milyen következményekkel jár? Tehát változhat az még? Vagy az Oladi kilátónak eztán már mindig ugyanolyannak kell maradnia, csak hogy kiemeljem ezt a példát. Milyen következményekkel jár ez, azért ezt vázoljuk? Tehát csak pozitív, vagy van valami megkötés is? Inkább ez csak pozitív, és leginkább ugye ez egy elköltségelismerés azért, hogy bekerül akár a termék, akár az épület, akár egy eszme, akár egy munkásság ebbe az értéktárban. De fordítva is működik a dolog, hiszen a Potyondi mocsarat 2010-ben országosan védetté nyilvánították, és csak most került be például az értéktárban. Én azt gondolom, hogy ez nem jár megkötéssel, és az Oladi kilátónál pedig, mivel ez nagyon kedves a mi szívünknek, mi azt mondjuk, hogy ha meg lehetne úgy őrizni, ahogy ezt a nagy elődök megépítették, akkor mi úgy gondoljuk, hogy ezt így is kellene, hiszen az értéke pont abban van, hogyha megőrizzük azt, hogy olyan legyen, mint amilyen volt mondjuk 83 évvel ezelőtt, amikor építették. Hányan vagytok most az Egyesületben tagok? Most jelen pillanatban 42-en. És van-e felvétel? Azért kérdezem, mert hát elég zártnak tűntök, hiszen nagyon jól összefogjátok a csapatot. Ennek ellenére, mivel civil szervezetről van szó, feltételezem, hogy azért mégiscsak valamelyest nyitottak vagytok. Mennyire? Nyitottak vagyunk, természetesen nálunk is van tagtobozás, minden évben adunk ki kártyanaptárt, próbálunk a rendezvényeken minél többet elmondani arról, hogy az Egyesület mivel foglalkozik, és hogy aki ezt a tevékenységet magához közel érzi, akkor az nyugodtan jelentkezhet. Nem különösebben nagyon nem hirdetjük, de van Facebook oldalunk, most a honlapunk az jelen pillanatban átalakítás alatt van, úgyhogy az most nem, de a Facebook oldalunkon minden hírről és minden tevékenységünkről hírt adunk, tehát hogyha valaki akar csatlakozni hozzánk, akár ott egy megkereséssel, akár a székhelyünkön, az MMIK-ban vagyunk most az Adi téren, ha bárhol megkeresnek minket, vagy akár ismerve egy egyesületi tagunkat szólnak, hogy ők szeretnének csatlakozni, semmi akadálya nincsen.
Azok a naptárak, mit lehet erről, van idei? Igen, ez az idei, ez a 2018-as. Meg tudjuk talán mutatni a nézőknek is. Ezeket is szoktuk rendezvényeinken osztogatni, és hát most készült el a rolápunk, amit ezután minden olyan rendezvényre, amit szervezünk, próbálunk eljutatni, és azon is rajta vannak az elérhetőségeink, hogyha valaki szeretne csatlakozni hozzánk. Lívia, köszönöm szépen a naptárat, én ezt már nem adom vissza neked, hogyha nem probléma, mert hogy kártyanaptáram még nem volt idei, úgyhogy ezt én eltenném. És köszönöm szépen azt is, hogy elfáradtál ide a stúdióba, és beszámoltál a jelenlegi aktualitásokról. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen a meghívást. És most egy másik civil szervezetről is szólunk, mégpedig a Zonta Klub adventi hangversenyéről említettem, hogy hagyományos az adventi jótékonysági hangverseny, és hagyományos a helyszín is, mégpedig a Premontrei Általános Iskola. Nos, körbenéztünk, hogy is zajlik ez, mennyien voltak, és milyen színvonalú volt ez a jótékonysági hangverseny. Pörszöl, Dido és Éneász című operájának nyitányával kezdte az adventi hangversenyt a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium ének és zenekara. Paulik Ákos karnagytól a közönség megtudhatott részleteket az előadásról, illetve a szerzőről. Henry Pörszöl a 17. század egyik kiemelkedő alakja, aki mind az egyházzenei, mind a világi zenei vonalon nagyon komolyan tett le a zenetörténet asztalára. Ő volt az, aki az anglikán egyház zsoltárait, antemeit talán a legmagasabb rangra emelte itt a 17. században ének-zenekari feldolgozásokkal, de ő volt az, aki az élete utolsó 6-7 évében több mint 300 színpadi művel a zenés színpad világára is letette a mélyét. Minden évben megtelik a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium díszterme a jótékonysági koncerten, amit a Zonta Klub Szombathely szervez. Az est során összegyűlt adományt jó célra fordítja a civil szervezet. Másfél évtizede, hogy a Zonta Klub megszervezi ezt a karácsony előtti adventi jótékonysági hangversenyt, akkor az akkori tagok elképzelése az volt, hogy iskolákat kérjünk partnerként, és kínálta magát a művészeti szakgimnázium, ahol ugye zenei képzés van, és nagyon alapos zenei képzés. A befogadó intézménynek pedig a Premontrei Gimnáziumot kérték fel, hiszen olyan gyönyörű ez a díszterem, és annyira megadja a hangulatát, a spiritualitás élményét a zenével együtt, hogy az egyszerűen utánozhatatlan. Hogy miért éppen a diákok. Ez azért fontos számunkra, mert így kölcsönös az adok és elfogadok örömöt és viszonzást. Úgy, ahogy idéztem Vörös Sándornak a Hosszú a virágfüzér, kéztől kézbe ér című verséből, mert így van ez. Mi kérünk a vendégeinktől, hogy tudjunk jótékonykodni minden évben. Ilyenkor az összegyűlt pénzt karácsonyi ajándékként használjuk fel két olyan intézményi partnerünknek, ahol sérült gyerekeket gondoznak, nevelnek. Nem is az ajándék értéke fontos, hanem az, hogy kiállunk azok mellett, a fantasztikus nevelők mellett, akik életüket teszik arra, hogy a sérült gyerekek családjait segítsék, támogassák, és lehetőségeik szerint a gyermekek fejlődjenek, és mi szívesen segítünk ebben a kiállásban és az ünnepeiken való részvételben is, mert megyünk hozzájuk is majd karácsonyt ünnepelni. A másik pedig, hogy van 4-5 olyan család, akiknek jól jön, hogy az ünnep egy kicsit gond nélkülűbb legyen, és megkapják tőlünk az ajándékot. És mindig van egy tehetséges tanulónk, aki hátrányos helyzetű, és őt is ilyenkor segítjük. Az iskola minden évben szívesen látja a vendégeket, hiszen az összejövetel nemes célt szolgál. Kedves vendégeink a zontások, egy hölgytársaság, akik évek óta keresik
a Premontreit azért, hogy a hagyományos jótékonysági koncertet itt megszervezhessék, megrendezhessék. Egy nyitott programról van szó. Nem csak kapukat nyitogatunk, de szíveket is próbálunk ezzel a jótékonysági koncerttel. Mi örömmel adunk helyet ennek a csodálatos programnak és programsorozatnak. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a zene egyrészt nyitogatja az emberek szívét, arra figyelmeztet ez a koncert, bár az adventi időt megelőzi, hogy közel az az idő, amikor egy kicsit magunkba is kell nézni, de ugyanakkor a zene felemel, és eközben azt látjuk, hogy valahol a transzcendens felé is nyitogat. A művészet is diákok mellett az iskola tanárai közül többen is szerepet vállaltak a műsorban. A zenekar felkészítő tanára Kalló Zsolt volt. Boldog születésnapot, mert hogy a Keleti Városrész Egyesület idén ünnepli ugye a 20. évfordulóját tulajdonképpen. Ez alkalomból köszöntöm a vendégeimet itt a stúdióban. Kalocsainé Magyar Éva intézményvezető, a Nyitra utcai általános iskolából érkezett, illetve Lökkös György elnök, Keleti Városrész Egyesület. Valóban 20 éve ön az elnök? Igen, valóban én vagyok az elnök. 1998. októberében alakultunk, és azóta egyfolytában, tehát a tagság engem választott meg, és azóta visszük mi ott a Keleti Városrésznek a gondjait, problémáit, bajait, mindent, és... Ön az alapító is. Én vagyok az alapító, igen, igen. Miért gondolták úgy, hogy szükség van erre a civil szervezetre? Hányan egyáltalán az alapításról beszéljünk egy-két szót, a célokról, hogy mennyien fogtak össze, mit lehet ezekről a dolgokról tudni? Amikor alapítottuk, akkor olyan 10-15-en voltunk, de pontosan azért szerettük volna, mert ez egy családias lakóterület övezet, és ugye mindenki ipartelepet nevezte. És utána sikerült elérnünk azt, hogy ez most Éhengyula lakótelep, ugye, tehát a Nyitra iskola, meg ugye az Alkotásúti Park, ahol az Éhengyula szobor van, meg ugyanakkor a Bébic és a Piktelep is megkapta a nevét, visszakapta, tehát magyarul ez a Keleti Városrész. És pontosan azért, mert ugye, hogy mindenki ezt régen ipartelepnek nevezte. És tényleg akarták az emberek, összefogtak mindenki, hogy a fiatalok és az idősek is, amikor alapítottuk, tehát hogy minél többet tudjunk tenni azért a területért. Mindenki összefogott, ez konkrétan mit jelent? Tehát én úgy tudtam, hogy egy civil szervezet alapításakor mondjuk 6-10-12 ember összefog, de itt akkor ezek szerint sokkal többen volt szó. Mi 15-en voltunk, amikor megalapítottuk, de utána csatlakoztak hozzánk a fiatalok is. Hát volt olyan időszak, amikor 50-55-en voltak. Abból kb. 20-25 fiatal volt, és olyan 30-an idős, tehát akik középkorosztály, meg idősebb. Igen. Meséljünk arról, hogy mi mindent csinál a szervezet. Hát tulajdonképpen a szervezetünk, tehát az iskolával is kötöttünk, a Nyitra iskolával egy együttműködési megállapodás szerződést, meg az ott élő emberekért, tehát a kulturális dolgokért, akkor segítünk mindenkinek, ilyen szociális munkát is ellátunk, tehát a fától akkor tehát a bevásárlás, meg segélyeket intéztünk nagyon sok embernek, akkor például az iskolának a kerítését is mi festettük le az egyesületünk, tehát társadalmi munkával elég nagy terület volt, meg akkor a rendezvényeket is mindig mi, tehát pályáztunk 2-3 évente mindig, és akkor közösen az iskolában tartottuk a különböző rendezvényeket. Az Éhengyula, az Éhengyula koszorúzáskor minden évben mi megemlékeztünk. Tehát 20 éve mindig ott vagyunk a parkban, és akkor mindig ott koszorúzunk, és megemlékezünk együtt az Egyesület tagok és az iskolával közösen. Uh-huh. És ha már az iskolával való kapcsolatról beszélünk, akkor igazgatónő, hogy is van ez? Tehát azért az iskola nélkül az egyesület nem tudna teljes életet élni. Elődeimhez hasonlóan én is nagyon fontosnak tartom, hogy az egyesülettel jó kapcsolatot ápoljunk. Az iskolánk végül is az óvoda, mert az egyetlen közintézménye ennek a lakóterületnek. Maga az iskola az Éhengyula lakótelep közepén helyezkedik el lényegében, és ezért is adódik
adódott eleve, hogy az iskolával együttműködve szervezze meg az egyesület a programjait. Nagy hagyománya van, mondhatjuk azt, hogy 20 éves hagyománya van az Éhen Gyula lakótelepi napoknak, vagy nap megszervezésének. Ebben valamikori általános művelődési központ, Nyitra utcai általános művelődési központ is tevékenyen részt vett, helyet adott, és szervezték is együttműködve a programokat, illetve most már általános iskolaként is részesei vagyunk ezeknek a programoknak, nem csak úgy, hogy helyet adunk, hanem közre is működünk benne. Ezek a szórólapjaink, vagy akár rajzversenyt hirdettünk, és hirdetett az egyesület, és azon részt vettek a gyermekeink. Különböző kulturális programok, koncertek voltak a múltban, amelyek a gyerekeknek is, de az egész lakóterületnek szóltak, és ez meg is maradt éppen most is. Éppen egy gyermekrajzot látunk. Szerintem, ha jól sejtem, akkor a gyerekeket is bevonják ezekbe. Így van. Az iskolánkban természetesen a lakóterület a körzet gyermekei járnak nagy részt, már elég magas a körzeten kívüliek aránya, de a körzetes tanulók, így mondhatjuk azt, hogy egy-egy ilyen alkalommal akár több generáció is jelen van, a nagyszülők, szülők és gyermekek együtt. Azt hiszem az idei napon is ugyanígy ilyen volt, hogy bár az időjárás nem vette kegyeibe a rendezvényt, de egy nagyon rossz idő volt. Ugyanúgy jelen voltak a nagyszülők is, az idősebb generáció, és az ott lakó szülők, gyermekek is együtt lakók. Ez úgy gondolom fontos az iskola nevelési szempontjából is, hogy a lakóterülethez való kötődést, a lokálpatriotizmust egyáltalán erősíti, vagy hát kialakítja bennük, hogy kötődjenek a területükhöz, a lakóhelyükhöz. Néhány dokumentumot is hoztak önök, talán meg is tudjuk mutatni. Ez például 1999-es, és szintén a Nyitra utcai általános iskola, ugye a központ, ez egy fogadásról szól éppen. De itt van több meghívó, amelyben szintén szerepelnek. Nos, az egyesület múltjáról fotók is születtek. Igen. Ezek mikoriak? Az a 98-99. Aha. Tehát amikor ott koszorúztunk, és ez még a régi Éhen Gyula szobor, amit a vasútállomásról vittek oda a parkba, ugye azóta már egy új Éhen Gyula szobor van. Tehát 2001-ben lett egy új is. És mi lobbiztunk az önkormányzattal mindenhol, hogy szeretnénk, hogy új szobor lenne ott, egy új Éhen Gyula szobor ott a parkba is. És úgy gondolták, többen is, talán sikerül is ezt a lapot felemelnem és megmutatnom, hogy a munkájuk elismerésre méltó. Mit lehet erről tudni? Igen, az, hogy mert ugye tényleg mi nagyon sokat ott a területen, tehát ott a keleti város részen, ugye, nagyon sok mindent segítettünk mindenkinek, és az önkormányzata is nagyon jó volt a kapcsolatunk, mert nagyon sok mindent sikerült megakadályoznunk, ugye, és ez alapján hívtak bennünk, és kaptunk az önkormányzattól egy emléklapot. A jó együtt, az egyesülettel, a jó az önkormányzattal, a jó együttműködésért. Nos, hogyan tovább? Vannak-e további tervek? Igen, vannak. Most nagyon jó, most tapasztaltuk, hogy nagyon sok fiatal költözik oda az Éhen Gyula lakótelepre. Tehát magyarul a fiatalokat is szeretnénk mindig jobban bevonni, aktivizálni az egyesület munkájába, és a jövőre nézve is ad távlati perspektívát, lehetőségeket, hogy tényleg, hogy mert idővel ugye sajnos sokan meghaltak. El kell mondanom azt is, az alapító tagok közül is többen. Hát, úgyhogy most mondanám, hogy közismert a Kardos György, Borda István, hát nem akarok neveket, mert 80 sajnos nincsenek már közöttünk, de most a fiataloknak szeretnénk bevonni az egyesület munkájába, és utána szeretnénk átadni a stafétapotot őnekik majd idővel, hogy... Hol és hogyan tudnak ők jelentkezni?
ők úgy tudnak jelentkezni, hogy mert ugye nekünk az iskolában, Nyitra utcában, Nyitra 15-ben van a székhelyünk, és akkor ott tudnának jelentkezni, hogy tehát mi nyitottak vagyunk, tehát olyan értelemben, hogy aki jelentkezik, ugye, hát megvan a persze az alapszabályban rögzített feltételek, de bárkit szívesen látunk az egyesületbe, úgyhogy. Igen, hát hogyha valaki az iskolába bejön, akkor nagyon szívesen informáljuk, és továbbítjuk a jelentkezését. Igen. Itt hadd mondjam el azt is, hogy valóban az egyesület a lakóterület alakításáért is nagyon sokat tett, meg tesz is, akár a fásításokat tekintve. Tehát nem csak kulturális programok szervezése, hanem ez a vonal is nagyon jelentős volt a munkájukban, ahogy Lökös úr mondta, hogy az iskola kerítésének festése is egy ilyen volt, de az utcák fásítása, vagy az utak burkolását kezdeményezték és elintézték, de ugyanúgy ez nem csak az Éhen-Gyula lakótelepre vonatkozóan, hanem a Bébic és a Pik telepre is, vonatkozóan is. És ez egyaránt megtörtént. És hát én jó magam, mint a területen lakó is mondhatom azt, hogy az elmúlt 20 évben nagyon sok mindenben jelen volt az egyesület, ami jó hatással volt ránk, ott lakókra is. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, örömmel hallottam ezt a beszámolót, nagyon és köszönjük. További 20 évet is kívánok önöknek, sőt még többször 20 évet is, és még egyszer boldog születésnapot. Nézőinknek pedig megköszönöm, hogy velünk tartottak most is a Szombathelyma című közéleti magazinban. Remélem, hogy számos hasznos tanácsot, illetve javaslatot kaptak, és ne felejtsék el, itt a tél, ennek következményei vannak, pozitívak, negatívak egyaránt, úgyhogy éljenek a lehetőséggel, adományozzanak, jelentkezzenek civil szervezetekbe, szerintem a tél pont erre való. A műsor támogatója az MVM Partner ZRT. Műsorvezetőnket öltöztette a Steel Fashion Kft. A műsorvezetőt a Jeans Store öltöztette.